kéne mondani, valamit kéne rég. Nem tudom, szeretnéd hallani, vartán korai még. A Hungarikum együttes színesítette zenéjével a Kossuth Galéria megnyitóját. Az újonnan megnyílt tárlat tehetséges fiataloknak biztosít lehetőséget, hogy bemutassák alkotásaikat, munkájukat. Az ötlet, ami motiválta ezt, az az volt, hogy Székesfehérvár fiatal fotográfusainak lehetőséget biztosítsunk a bemutatkozásra egy állandó kiállítás keretében. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 3 havonta mindig új fiatalok képeit láthatja a közönség. Az egyik ifjú kiállító, Göde Ábel, 3 mélységélesség portréképét mutatja be a galériában az érdeklődőknek. A Gorzium Művészeti Gimnázium tanulója azt mondja, a legnehezebb a tökéletes pillanat megragadása, mindez pedig szerinte élethosszig tartó tanulást jelent. Sok mindent jelent, de ami most fontosabb az az, hogy kiteljesedhetek, hogy azt fotózhatom, amit igazán szeretnék. A fiatal tehetség egyik kiállító társa Pálinkás Roberta, aki elárulta, egy-egy képén az érzelmek, élmények bemutatására törekszik, a legnehezebb feladatának pedig a tökéletes pillanat megörökítését tekinti. Nagyon szeretek embereket fotózni, engem is a portréfotózás vonz. Akik a képen láttatok, ők egyébként ismerősök, barátok, beiratva a testvérem. Ők segítenek a munkámba, hogy gyakorolhassak, hogy jobban kibontakozhassak, viszont ezek a képek teljesen az én megálmodásom alapján készültek. A stúdióban minden negyed évben fiatal fotósok új alkotásai lesznek láthatóak 3 hónapon át, valamint minden évben egyszer megrendezik a Kovács Jenő Emlék című fotópályázatot, amely a MÁV Fotókör egykori vezetőjének állít emléket.